Ijóv története. Vala útszföldén egy ember, akinek Ijóv vala a neve. Ez az ember fedhetetlen, igaz, Elohimet félő vala, és bűngyűlölő. Születék pedig néki 7 fia és 3 leánya, és vala az ő marhája 7000 jó, 3000 teve, és 500 igabarom, és 500 szamár. Cselédje is igen sok vala, és ez a férfiú nagyobb vala keletnek minden fiánál. Lőn pedig egy napon, hogy eljövének Elohimnek fiai, hogy udvaroljanak Jahua előtt, és eljöve Hasatán is közöttük. És mondta Jahua Hasatánnak, honnét jössz? És felele Hasatán Jahuának, és mondta, körülkerültem, és átjártam a földet. És mondta Jahua Hasatánnak, észrevetted-i az én szolgámat, Ijóvot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, Elohimet félő és bűngyűlölő. Felele pedig Jahuának Hasatán, és mondta, avagy ok nélkül féli Ijóv Elohimet? Nem tevetted-i körül őt magát, házát és mindenét, amilyen van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott a földön. De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkozé meg szemtől szembe téged. Jahua pedig mondta Hasatánnak, ímé mindazt, amilyen van, kezedbe adom, csak ő magára ne nyújtsd ki kezedet. És kiméne Hasatán Jahua elől. Lőn pedig egy napon, hogy az ő fiai és leányai esznek és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyoknak házában. És követ jöve Ijóvhoz, és mondta, az ökrök szántanak, a szamarak pedig mellettök legelésznek vala, de a sevaim rajtok ütének, és elhajták azokat a szolgákat, pedig fegyverrel ölék meg, csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Még szól vala ez, mikor jöve egy másik, és mondta, Elohimnek tüze esik le az égből, és megégeti a juhokat és a szolgákat, és megemészti őket. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Még ez is szól valamikor jöve egy másik, és mondta, a Kásdím 3 csapatot alkotának, és ráütének a tevékre, és elhajták azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölik meg, csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Még ez is szól valamikor jöve egy másik, és mondta, a te fiaid és leányaid esznek és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyoknak házában, és ímé nagy szél támad a puszta felől, megrendíti a ház 4 szegletét, és rászakad az a gyermekekre, és meghalának. Csak én magam szaladék el, hogy hírt adjak néked. Akkor felkele Ijóv, megszaggaták köntösét, megberet vállá a fejét, és a földre esik, és leborula. És mondta, mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Jahua adta, Jahua vette el. Áldott legyen Jahuának neve. Mindezekben nem vétkezik Ijóv, és Elohim ellen semmi illetlent nem cselekedik. Lőn pedig, hogy egy napon eljövének Elohimnek fiai, hogy udvaroljanak Jahua előtt. Eljöve Hasatán is közöttök, hogy udvaroljon Jahua előtt. És mondta Jahua Hasatánnak, honnét jössz? És felele Hasatán Jahuának, és mondta, körülkerültem, és átjártam a földet. Mondta pedig Jahua Hasatánnak, észrevetted-i az én szolgámat, Ijóvot? Bizony nincs a földön olyan, mint ő, fedhetetlen, igaz, Elohimet félő, bűngyűlölő. Még erősen áll az ő fedhetetlenségében. Noha ellene ingereltél, hogy ok nélkül roncsam meg őt. És felele Hasatán Jahuának, és mondta, bőrt bőrért, de mindent, amilyen van, odaad az ember az életéért. Azért bocsásd ki csak a te kezedet, és verd meg őt csontjában és testében, avagy nem átkozé meg szemtől szembe téged. Mondta pedig Jahua Hasatánnak, ímé kezedben van ő, csak életét kímeld. És kiméne Hasatán Jahua elől, és megveré Ijóvot undok fekéllyel, talpától fogva a feje tetejéig. És vőn egy cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ül vala a hamu közepette. Mondta pedig ő néki az ő felesége. Erősen állasz-e még mindig a te fedhetetlenségedben? Átkozd meg Elohimet, és hallj meg! Ő pedig mondta néki. Úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül,
Ha már a jót elvettük Elohimtől, a rosszat nem vennők éjjel. Mindezekben sem védkezik Iov az ő ajkaival. Mikor pedig meghallá Iovnak három barátja mindezt a nyomorúságot, amely esett vala rajta, eljöve mindenik az ő lakóhelyéből. A tejmani Elifáz, a suhi Bildád és a námati Cofár, és elvégezik, hogy együtt mennek be, hogy bánkódjanak vele és vigasztalják őt. És amint ráveték szemöket távolról, nem ismerik meg őt, és fennhangon zokognak vala. Azután pedig megszaggaták kiki a maga köntösét, és port hintének fejükre ég felé. És ülének vele 7 napon és 7 éjszakán át a földön, és nem szóla egyetlen egy szót egyik sem, mert látják vala, hogy igen nagy az ő fájdalma. Ezután megnyitá Iov az ő száját, és megátkozá az ő napját. És szóla Iov, és mondta: vesszen el az a nap, amelyen születtem, és az az éjszaka, amelyen azt mondták, fiú fogantatott. Az a nap legyen sötétség, ne törődjék azzal Elohim onnét felül, és világosság ne fénylék azon. És felele a tejmani Elifáz, és mondta: ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszedé. De hát ki bírná tűrtőztetni magát a beszédben? Ímé sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerősítetted. A tántorgót a te beszédeit fenntartották, és a reszkető térdeket megerősítetted. Most, hogy rád jött a sor, zokon veszed, hogy téged ért a baj, elrettensz. Iov pedig felele is mondta: ó, ha az én bosszankodásomat mérlegre vetnék, és az én nyomorúságomat vele együtt tennék a fontba, bizony súlyosabb ez a tenger fövenyénél, azért balgatagok az én szavaim. Nem rabszolga élete van így az embernek a földön, és az ő napjai nem olyanoké, mint a béresnek napjai. Amint a szolga kívánja az árnyékot, és amint a béres reményli az ő bérét, úgy részesültem én keserves hónapokban, és nyomorúságnak éjszakán jutottak számomra. Ha lefekszem, azt mondom, mikor kelek föl, de hosszú az estve, és betelek a hánykolódással reggeli szürkületig. Akkor felele a suhi Bildád, és mondta: meddig szólasz még e féléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél? Elforgatja-i Elohim az ítéletet, avagy a mindenható elforgatja-i az igazságot? Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket. De ha te Elohimet buzgón keresed, és a mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted. És békességgé teszi a te igazságodnak hajlékát. Ímé Elohim nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem áld előmenetelt. Még betölti szádat nevetéssel és ajkaidat vigassággal, gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül. Felele pedig Iov, és mondta: igaz, jól tudom, hogy így van. Hogyan is lehetne igaz a halandó ember Elohimnél? Ha perelni akarna ő vele, 1000 közül egy sem felelhetne meg néki. Bölcs szívű és hatalmas erejű, kiszegülhetne ellene, hogy épségben maradjon. Aki hegyeket mozdít tova, hogy észre se veszik, és megfordítja őket haragjában. Aki kirengeti helyéből a földet úgy, hogy oszlopai megrepedeznek. Aki szól a napnak, és az nem kell fel, és bepecsételi a csillagokat. Aki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos. Aki teremtette a göncölszekeret, a kaszás csillagot és a fias tyúkot, és a délnek titkos tárait. Aki nagy dolgokat cselekszik megfoghatatlanul, és csodákat megszámlálhatatlanul. Hogyan felelhetnék hát én meg ő néki, és lehetnék vele szemben szavakat? Ha segítségül hívnám, és felelne is nékem, mégsem hinném, hogy szavamat fülébe vevé. Ha igaznak mondanám magamat, a szájam kárhoztatna engem, ha ártatlannak, bűnössé tenne engemet. A föld a gonosz kezébe adatik, aki az ő bíráinak arcát elfedezi. Nem így van. Kicsoda hát ő? Mert nem ember ő, mint én, hogy néki megfelelhetné, és együtt pörbe állanánk. Venné csak el rólam az ő veszélyét.
és az ő rettentésével ne rettegtetne engem. Ruachomból utálom az életemet. Megeresztem felőle panaszomat. Szólok az én ruachom keserűségében. Azt mondom Elohimnek, ne kárhoztass engem, add tudtomra, miért perelsz velem. Jó-e az néked, hogy nyomorgatsz, hogy megutálod kezednek munkáját, és a gonoszok tanácsát támogatod. Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem. Bőrrel és hússal ruháztál fel engem, csontokkal és inakkal befedeztél engem. Ha gonosz vagyok, jaj nékem, ha igaz vagyok, sem emelem föl a fejemet, eltelve gyalázattal, de tekints nyomorúságomra. Felele a Námati Cófár és monda. A sok beszédre ne legyené felelet, avagy a csácsogó embernek legyené igaza. Azt mondod, értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt, de vaj, ha szólalna meg maga Elohim, és nyitná meg ajkait te ellened. Elohim mélységét elérheted-e, avagy a mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-e. Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél. Felele erre Jób és monda. Nékem is van annyi eszem, mint néktek, és nem vagyok alávaló nálatok. És ki ne tudna ilyen féléket? Kikacagják a saját barátai azt, mint engem, aki Elohimhez kiált és meghallgatja őt. Kikacagják az igazat, az ártatlant. A szerencsétlen megvetni való, gondolja, aki boldog. Ez vár azokra, akiknek lábok roskadoz. Az asszonytól született ember rövid életű és háborúságokkal bővelkedő, mint a virág kinyílik és elhervad, és eltűnik, mint az árnyék, és nem állandó. Ki adhat tisztát a tisztátalamból? Senki. Ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Akkor az én hadakozásom minden idejében remény lennék, míg len elkövetkeznék az én elváltozásom. Szólítanál, és én felelnék néked. Kívánkoznál a te kezednek alkotása után, de most számlálgatod az én lépéseimet, és nem nézed el az én vétkeimet. Majd felele a tejmeni Elifáz és monda. Vajon a bölcs felelheti ilyen szeles tudománnyal, és megtöltheti-e a hasát keleti széllel? Vetekedvén oly beszéddel, amely nem használ, és oly szavakkal, amelyekkel semmit sem segít. Felele pedig Jób és monda. Efféle dolgokat sokat hallottam, nyomorult vigasztalók vagytok ti mindnyájan. Vége lesz-e már a szeles beszédeknek, avagy mi ingerel téged, hogy így felelsz? Én is szólhatnék úgy, mint ti, csak volna a ti ruáhotok az én ruáhom helyén. Szavakat fonhatnék össze ellenetek, csóválhatnám miattatok a fejemet. Erősíthetnélek titeket csak a szájammal, és ajkaim mozgása kevesbítené fájdalmatokat. Adott engem Elohim az álnoknak, és a gonoszok kezébe ejt engemet. Körülvettek az ő íjászai, veséimet meghasítja és nem kímél, epémet a földre kiontja. Rést rés után tör rajtam, és rám roham, mint valami hős. Ruachom meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír. A sírnak mondom, te vagy az én atyám, a férgeknek pedig, ti vagytok az én anyám és néném. Hol tehát az én reménységem, kitörődik az én reménységemmel? Leszáll az majd a sír üregébe, velem együtt nyugozik a porban. Felele pedig a Súhi Bildád és monda. Mikor akartok-e beszédeknek véget vetni? Értsétek meg a dolgot, aztán szóljunk. Miért állítatunk barmoknak? És miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben? Te éretted, aki szaggatja lelkét haragjában, vajon elhagyattatik-e a föld, és felszakasztatik-e a kőszikla helyéről? Sőt, inkább a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzöknek szikrája. A világosság elsötétedik az ő sátorában, szövétneke kialszik felette. Felele pedig Jób és monda. Meddig búsítjátok még a lelkemet, és kínosztok engem beszéddel? Tízszer is meggyaláztatok már engem, nem pirultok, hogy így erősködtök ellenem? Még ha csak ugyan tévedtem is, tévedésem én magamra hárul. Felele pedig a Námati Cófár és monda.
Tudod-e azt, hogy elejétől fogva, mióta az embert e földre helyhez tette, a gonoszok vigassága rövid ideig tartó és a képmutató öröme egy szempillantásig való. Ha szinte az égig érne is az ő magassága, és a felleget érné is a fejével, mint az emésztete úgy vészel örökre, és akik látták, azt mondják, hol van ő? Felele pedig Jóv és mondta: jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalástok helyett. Szenvedjetek el engem, amíg szólok, aztán gúnyoljátok ki beszédemet. Avagy én embernek panaszolkodom én. Miért ne volna hát keserű a ruachom? Tekintsetek rám, és álmélkodjatok el, és tegyétek kezeteket a szátokra. Ha visszaemlékezem, mindjárt felháborodom, és reszketés fogja el testemet. Hogyan vigasztalnátok hát engem hiába valósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad. Felele pedig a Tejmani Elifáz és mondta: Elohimnek használ-e az ember? Sőt, önmagának használ az okos. Gyönyörűségére van-e az a mindenhatónak, ha te igaz vagy, avagy nyereségé, hogy fedhetetlenül jársz? Felele pedig Jóv és mondta: még most is keserű az én beszédem. Súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom. Ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig. Elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném mentő erősségekkel. Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nékem. Hadd érteném meg, mit szólana hozzám. Felele pedig a Suhi Bildád és mondta: hatalom és fenség az övé, aki békességet szerez az ő magasságaiban. Van-e száma az ő seregeinek, és kire nem kér fel az ő világossága? Hogy lehetne igaz a halandó Elohim előtt? Hogyan lehetne tiszta, aki asszonytól született? Nézd a holdat, az sem ragyogó, még a csillagok sem tiszták az ő szemei előtt. Mennyivel kevésbé a halandó, aki féreg, és az embernek fia, aki hernyó. Felele pedig Jóv és mondta: az én ajakim nem szólnak álnokságot, és az én nyelvem nem mond csalátságot. Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak néktek. Amíg ruáhomat ki nem lehelem, ártatlanságomból magamat ki nem tagadom. Igazságomhoz ragaszkodom, róla le nem mondok. Napjaim miatt nem korhal az én szívem. Miután ez a három ember megszűnt vala felelni Jóvnak, mivel ő igaz vala ő maga előtt, haragra gerjede Elihu, Barákel fia, aki búztól való, a Rám nemzetségéből. Jóv ellen gerjedt föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Elohimnél. De felgerjedt haragja az ő három barátja ellen is, mivel hogy nem találják vala el a feleletet, mégis kárhoztatják vala Jóvot. És felele a búztól való Elihu, Barákel fia is mondta: napjaimra nézve én még csekély vagyok, ti pedig élemedett emberek, azért tartózkodtam és féltem tudatni veletek véleményemet. Gondoltam, hadd szóljanak a napok, és hadd hirdessem bölcsességet az évek sokasága. Pedig a ruach az az emberben, és a mindenható lehelése, ami értelmet ad néki. Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet. Azt mondom azért, hallgass rám, hadd tudassam én is véleményemet. No, azért halld meg csak Jóv az én szavaimat, és vedd füledbe minden beszédemet. Elohimnek ruachja teremtett engem, és a mindenhatónak lehellete adott nékem életet. Ha tudsz, cáfolj meg, készülj fel ellenem, és állj elő. Ímé én szintúgy Elohimé vagyok, mint te. Sárból formáltattam én is, tiszta vagyok, fogyatkozás nélkül, mocsoktalan vagyok, bűn nincsen bennem. Tudásomat messzünnen veszem, és az én teremtőmnek igazat adok. Mert az én beszédem bizonyára nem hazugság, tökéletes tudású ember áll melletted. Ími Elohim fenséges, mi nem ismerhetjük őt, esztendeinek száma sem nyomozható ki. Elohim az ő szavával csodálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik úgy, hogy nem érthetjük. Mert azt mondja a hónak, essél le a földre, és a zápor esőnek, és a zuhogó zápornak, szakadjatok. Elohim lehellete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége.
majd nedvességgel öntözi meg a felleget, és áttöri a borulatot az ő villáma. És az körös körül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, amit parancsol nékik, a föld kerekségének színén. Vedd azt füledbe, Ióv, állj meg és gondold meg Elohimnek csodáit. Tudod-e, hogy miként lebegnek a felhők, vagy a tökéletes tudásnak csodáit érted-e? Miképpen melegülnek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltől? Vele együtt terjesztetted-e ki az eget, amely szilárd, mint az acéltükör? Mondd meg nékünk, mit szóljunk néki. A sötétség miatt semmit sem kezdhetünk. Elbeszélik-e néki, ha szólok? Ha elmondaná valaki, bizony vége volna. Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog, de szél fut át rajta és kiderül. Észak felől aranyszínű világosság támad, Elohim körül félelmetes dicsőség. Mindenható, nem foghatjuk meg őt. Nagy az ő hatalma és ítélő ereje, és a tiszta igazságot el nem nyomja. Azért rettegjék őt az emberek, a kevés bölcsek közül nem lát ő egyet sem. Majd felele Jahua Jóvnak a forgószélből, és mondta. Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza öveszt fel, mint férfiú derekadat. Én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Parancsoltál-e a reggelnek, amióta megvagy? Kimutattad-e a hajnalnak a helyét? Eljutottál-e a tenger forrásáig, bejártad-e a mélységnek fenekét? Áttekintetted-e a föld szélességét? Mondd meg, ha mindezt jól tudod. Melyik út visz oda, ahol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön? Összekötheted-e a fiastyúk szálait? A kaszás csillag köteleit megoldhatod-e? A hajnal csillagot előhozhatod-e az ő idejében? Avagy a göncölszekeret forgathatod-e fiával együtt? Ismered-e az ég törvényeit? Vagy te határozod-e meg uralmát a földön? Vadászol-e prédát a nőstény oroszlánnak? És az oroszlán kölykök éhségét kielégíted-e? Kiszerez a hollónak eledelt, mikor a fiai Elohimhez kiáltoznak? Kóvályognak, mert nincs mit enniük. Kibocsátott a szabadon a vadszamarat? Kioldozta el e szamárnak kötelét? Te adsz-e erőt a lónak, avagy a nyakát sörénnyel te ruházod-e fel? A te rendelésedre száll-e fent a sas, és rakja-e fészkét a magasban. Szóla továbbá Jahua Jobbnak, és mondta. Aki pert kezd a mindenhatóval, cáfolja meg, és aki Elohimmel feddődik, feleljen néki. És szóla Jobb Jahuának, és mondta. Ím én parányi vagyok, mit feleljek néked? Kezemet a szájamra teszem. Egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem többé. Ekkor szól a Jahua Jóvnak a forgószélből, és mondta. Nosza, öveszt fel, mint férfi derekadat. Én kérdezlek, te pedig taníts engem. Avagy semmivé teheted én te az én igazságomat. Kárhoztathatsz én te engem azért, hogy te igaz légy. És van-e ugyanolyan karod, mint Elohimnek? Menj dörgő hangon szól a szémintő. Jóv pedig felele Jahuának, és mondta. Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek nékem, is fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam és bánkódom a porban és hamuban. Miután pedig e szavakat mondotta Jahua Jobbnak,
szólal Tejmani Elifáznak. Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám jó. Most azért vegyetek magatokhoz 7 dulkot és 7 kost, és menjetek el az én szolgámhoz, Jóvhoz, és áldozzatok magatokért égő áldozatot. Jóv pedig az én szolgám, imádkozzék ti érettetek, mert csak az ő személyre tekintek, hogy retteneteset ne cselekedjen veletek. Mivel, hogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám jó. Elmenének azért a tejmani Elifáz, a súhi Bildád és a námati Cófár, és úgy cselekedének, amiképpen mondotta valanékik Jahua, és Jahua tekinte Iovnak személyére. Azután eltávolítá Elohim Iovról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá Jahua Iovnak mindazt, amije volt. És beméne hozzá minden fiú testvére és minden leány testvére és minden előbbi ismerőse, és evének ő vele együtt kenyeret az ő házában. Sajnálkozának felette is vigasztalák őt mindam a nyomorúság miatt, amelyet Jahua reá bocsátott vala, és kiki adanéki egy-egy pénzt, és kiki egy-egy aranyfüggőt. Jahua pedig jobban megáldá Jóv életének végét, mint kezdetét, mert lőnéki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1000 igás ökre és 1000 szamara. És lőnéki 7 fia és 3 leánya. És az elsőnek neve vala Jemima, a másodiké Keciá, a harmadiké Kérenhápuk. És nem találtatnak vala oly szép leányok, mint Iov leányai abban az egész tartományban, és az ő atyok örökséget is ada nékik az ő fiú testvéreik között. Iov pedig él vala ezután 140 esztendeig, és látja vala az ő fiait és unokáit negyedízig. És meghal a Iov jó vénségben, és betelve az élettel. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!